teremtés. Nyugodt lélekkel hallgatom a cigán muzsikát, azt hívném, hogy a szomszédok hármas hitrejnek a köröztölőjén húzza a módi cigán. Az egynek, az én szerelmetes páratom, az a permahajdő, muzsikálatja magánkhoz a részegek a tartozai vásárlók. Édesanyámmal, mert nincs igaza. Hát kinek van?
Mindig az asszonyok. Akkor erre már ízunk. Banda, hadrad, irány a kocsma! Viszont,
úgy óvja a kedves mamája, hogy az szinte fantasztikus. Sajnos. Bár engem óvott volna a mamám, de egy vagon legyek könnyebb összetartani, mint engem. Ezért tartok itt női zsalulettel. A kedves mamája azért szerződtetett, hogy arra vigyázzak, hogy egy ilyen előkelő leányt bele ne szeresed a szomszéd paraszt fiába. Pipi! Ó, csemetőjébe. Erre vigyázz. Van szíve hozzá. Hát nem volt maga még szerelmes. Bár annyit reggelizett volna, most őzzenne a hajra. De hála Istennek még fiatal vagyok, és akit szeretek, attól nem tudnak elszakítani. Fadáikat pedig ne bántsam. Szeretem ezeket az egyszerű, aranyos embereket, mert jó. És szerelmes vagyok. Senki nem akadályozhatja meg a harmadot, hogy a virágra ne hújjon. A napot, hogy ne ragyogjon. És kegyed ne gagyogjon. Drága Zsófi mama, kezdj csókolom. Itt a mézes kalács. Drága Zsófi mama, én olyan boldog vagyok itt maga mellett. Bandi, mikor érkezik? Titkolja drágám, pedig jön a lelkem, érzem én azt. Ugye Andris bácsi, hogy repülőgépen jön meg ma? Hát, ha nem ma, akkor majd holnap. Majd úgy elmegy a ház előtt. A cső, parasz. A készállt, ha parasz. Miért ilyen hideg, Andris bácsi? Köszönöm, fagylaltot reggelizem. Egy ilyen vén ember egy hétig beteg, hogyha bal lába kell rá. Zsófi mama. Ha Bandi hazaérkezik, én repülök ide. Nincs az a rendőrség, aki visszatartson. Kezdjük csókolom. Jaj, de szép vagy, nem? Nagyság! Nagyság maga! Halljon! Na csak ne várjon föl. Kérem, sőt, rongyát éppen könyörgöm, hanyagoljál a mikot, mert különben úgy kivág engem a nagyságos asszony, mint a pitty. Fog ön engem akkor alkalmazni valami rozmarinkon virágomnak, sejhaj? Na erre feleljen, kis gyöngyös bokrétám. Alkalmazza magába! Kérkopátért, aminek csak akarja. Hogy jön ahhoz, hogy ilyen hangon csúfondároskodik velem? Fogja be lelkem azt a sejhaj, rozmaringos szájacskáját, mert ha megtalálok feledkezni finom úri modoromról, amire sokat adok, úgy göröngyös bokrétán billentem, hogy eláll a lélegzete is. Ajjajj! Úgy látszik, még egy befettem le. Különben is meg itt jön Marci. Inkább foglalkozol ő vele, úgy is eszi a penész maga után, engem pedig hanyagoljon el a nagyját. Nézd, eszik érte? Nem rossz. Egy jó vasúti nem rossz. Madám! Lassan előn egy szép vasutas káplát. Nem biztosom magám, mert elgázolom. Szépen van. Ugye, maga tehernek dolgozik? Hát, ha tudja, úgy volt, hogy személyre tesznek. Rám célod, kis csintalan. Most főző is kézik velem a magám? Hát, be sem mutatkozott még a kondoktorom. Üdvegy, lepvár, Marci! Már nyugdíjas fékezünk! És mitől ötvegy a lepvár? Hát, tetszik tudni, ez az én ötvegységemet szorosan összefüggésben van a nyugdíjasztatásommal. Hogy? Hát, tetszik tudni, meguntam én ezt a rengeteg fékezést. Szerettem volna váltójönnek. Erre folyamodtam. Kijött a bizottság, hogy legyen a különböző vizsgát. Ne jelölt, mondja az elnök. Mit csinál ő, ha jobbról jön egy robogó gyors vonat? Mondom, kiállok a kis ház elé, szaltálok, jobbra néz. Jól van, mondja ő. Ne jelölt, mit csinál ő, ha balról jön a robogó gyors vonat? Mondom, kiállok a kis ház elé, szaltálok, és balra néz. Jól van, mondja ő. Aztán, ne jelölt. Mit csinál ön, ha jobbról is és balról is ugyanabban az időben, ugyanabban a simpáról jön a robogó gyors vonat? Mondom, beszaladok a kis házba, hogy bekiáltok. Aztán bekiáltok, hogy hagyjuk gyerekek a sárvas mindenségekbe, amióta a világon vagy ilyen korom volt, még nem látom. Meg így aztán egy vizsgálat.
Késő, bőzvagy is lettem, aztán nyugdíjaztam. És most csak így magamnak fékezek a levegét. Én! Csak most ne fékezze magát. Hát mit csinálja? Lasson előrébb Pest vasutas káplán. Tetszik tudni, madám? Hallja? A nagynénémtől a Chicagói gombjuk gyárosnétól legomboltam egy-két dollárt. Mennyire tovább nézem magát, onnan a szemnek bontakozik ki előttem, mától kezdve maga belügyminiszteri engedély nélkül a dollár lesz. Találom! A dollár, a dollár! Na csak folytassa, mondhatja azt is, hogy madám jól áll ez magának. Extra! Hát gondoltam, mit cselekedjek kis pénzemmel? Vegyen meg a mávom! Rossz üzlet! Isten őriz azt a sok sincs! Miért bírgetni, hogy fényes legyen? Nem, ilyet nem veszünk! Most menjen madám, mert ez a kata engem összetör! És egy cillákon csirjen találja tegyedet! Jó nő ez a kata! Tegnap is homokot szólt a grízes tésztámra! Jó nő ez! Estére várom a kastély mögött! Jó, majd vigyülök, az lesz a jelző. Jó, azt a kis gombjuk dollárt majd megbeszéljük. Pipike, nem gondolj, hogy kevés itt a levegő hármunknak? Ne túlozzon! Eljössz kislek, várom édes Jemen? Hát... Mi az, hogy Jem? Dojem! Azt tudja, ha én egyek hulyándok, megállnak az országban az összes vonatok. Tényleg állhatok! Én nem utam! De igenis utazik erre a bestiára. De te is utazol arra, nagy égtű, kiskicsi pestára. Berajtel a vámbere gusztusom. Nem szereti a főztömet, szemlátomást hízik tőle. Igen, hízik az még a papucektől. A jövőmre is gondolni kell, ha maga rám se néz. Igen, rám, de olyan múltakban, hogy nem is jutok el a jövőnk. Össze se melegedtünk. Gondoltam majd télen a kemence mellett. Ezen ám, de nem vagyok én dunsztos, hogy elmegyene szalicizva a fejelán. Jaj, henceg, mert háza, földje, tehene van. Kettő. De lehetne három is. De csak a házon előtt. Kicsi a legelő. Vigyázzon, Marci, tág a mellett, szűk a mellének. Jaj, ha egyszer jó kedvembe talál, úgy megrázom magát, mint az epelkám. Epelke lapot? Nem minden epelkotyora? Erre válogatja. Pesti kisasszony kell magán, frájlány, viszket az a pár dollár a mellén zsebében. Vagy a szépen kéne fogva azt a közismert alkarat? Jössz te még az én utcámba. Dalóri, dalolonda, pályára se nézze. Márpedig én azt mondom, hogy... Jössz-e még az én utcámba, péntökön szobatom a sárnak. Érted még a szép sötvájna, nem való vagy édes papámnak. Nyarom nagy a pót, élek nagy a sár, bolond, aki élek nyár, aki veléte jár. Jössz-e még az én utcámba, péntökön szobatom a sárnak. Világi nincsen, amit egyszer menekít, de valaki, sejde valaki. De jól mondta, én sem vagyok szád, ez nem is maradik, sejde maradik. Jó fog előtt se nézzen, még mielőtt ébred. Van egy nóta, amit a szemébe mondok egy ilyen, mit ugrasz, egy kelegénye. Jössz te még az én utcámban, szobatom a sarnak. Érted még az én sejtvájna, nem való vagy édesbabámnak. Nyáron nagy a bort, télen nagy a sár, borond, aki nélen nyáron kifelétek jár. Jössz te még az én utcámban, érted, szobatom a sarnak. Csak épp azt kellene.
Nem így képzeltem el a jövődet. Tisztelem, becsülöm ezt a paraszt familiát. De ilyen mezaliásznak még a gondolatától is írtozom. Egy parasztnak a fia. De tisztességes. Az mindegy, hogy elvegye az én lányomat. Soha. Értetted? Soha. Értettem. Jó napot, Kadáné asszonyság. Éppen azért jöttem, hogy meghívjam estére önöket hozzá. Néhány úri család van meghívva, és természetesen maguk sem hiányozhatnak. A viszontlátásra, amit látja, roppant örülök. Jó napot! Gyerünk, kislányom! Zsófi mama, ugye el tetszik jönni? Kezdjük csókolom! Aranyos egy asszony! Személyesen jöttem meghívni, tisztességét még el is felejtettem megköszönni. Hát, te már megint mivel lopod a napot? Vagy uram, azt parancsolt, hogy minden hónapban ki kell kettőnem a két dolmányát. Hát mi lesz? Már megint népünnepé? Add csak ezt a dolmát, na gyerünk! Kedves kalóra! Vágoztuk a fiat égcsordokban! Édesanyám! Édesapa! Hát látja, miért kérti? Szaladok, mert ezek legalább egy csonka, nem ölé. Édesanyám, éhesek a fiúk is benzinszagúak. Pidi, te tudj! Tessen parancsol! Mosóvizet! Én meg szaladok a konyhára, kaptok olyan tejfeles ukorkasalátás sűrcsirkével, hogy megnyaljátok egymás ujjait. Fiúk, vigyázz! Barát! Szél a menázs! Indulj! Tessék csak jönni erre van a járá! Köszönöm, atyám, köszönöm! Nem ott van a gyösséka az a piros felelő! Igen, köszönöm! Ingyen, bingyen, baszom átkám! Ah, és szabad? Mondja, öregem! Kiszállít ezt a rengeteg port ide? Na, szép! Igen, hát mondja meg neki ügykönbüktöm, hogy ezen túl aszfaltot fújjon ide, az ember alig küldi lerázni magáról! Na így még. Most még csak azt mondja meg, irkám, merre van itt a vigadó? Hát ez nincs, mert mi csak kúcsúból szoktunk vigadni, akkor pedig jól összeverjük egymást, itt a csendőr viszel, itt pedig a... Jó Isten! Most egy évre kimulattuk magunkat. Na majd ezentúl másképp fognak mulatni. Én behozom magukhoz a szórakozást, a magasabb rendű kultúrát. Én megtanítom magukat táncolni! Táncolj! Na, holnap délben jelentkezik, nem mondjuk a dolgok, most elmehet. Várjon csak, mi van ez a kosárba? Kóbász! Igen! Na, egy darabka kóbászét felvezem a haladók közé, jó? Na, Isten megáldja! Réten szálltak a repülők, ebből baj lesz. Nem, ez nem igaz. Te vagy ez, Mirko. Megőrültél. Csak nem utánam jöttél! Nincs csak a pipika. Két év után kell kieső vidéken kell, hogy találkozzam, élet. Mondjad, alatt mi jöttél, édesapa? Rövid leszek és velős. Mióta megszöktem tőled, itt vagyok angazsálva. No, hát már van is van lokál. Ne emlegesd a lokált, ahol tönkretettél, elvetted a pénzemet! Jaj, hát a nevemből éltél! Bár egy vén hülyével adattáltattad magad. Már örültem, hogy megszöktem tőled. Hát mit akarsz tőlem, egy vasam sincs? Társalkodó nő lettem, mert dumám az van, de pénzem az nincs. Nagyon tévedsz, kérlek szépen. Tudod te, hogy miket csinálok én most itt falun? Te csak Lintonokat csinálsz. Tévedsz. Tánckurzusokat csinálok, közelebb hozom a város a faluhoz. Jóságos kis villám és mennydörlés volt csatangozni. És pont ezt a helyet szemeltek ki! Jön, hát filatlan az egész! Megállt a vonat Katalin falva egy perc, kiszálltam a fogyászaimmal, gondoltam, ha lesz üzlet. Jó, ha nem, akkor vissza az egész, nem? Kisasszony, ez nem járja. Én tűkön állok a vendégek miatt, és maga itt kint udvaroltat magának. Bocsánatot kérek, méltóságos asszonyom, a bárúra kellett útba igazítani. Bár úr, csak nem mi hozzánk, egyen gondolhattam volna. Igen, bár úr, sodorodok,
falusi potyerek, ami... Végtelenül örvendek, kedves bár úr. Barátnő Báros Róberni már hetekkel ezelőtt megírta, hogy elküldi az unokaöcsét hozzám. Ki írta, kérem szépen? Báros Róberni. Jaj, hát mindig jó levél, jó volt! Ki az? Ez Róberni, ráismered. Be sem jelenti érkezését, de éppen a legjobban jött. Na látod? Azonnal intézkedem, hogy behozzák a fogyászát az állomásról. Jaj, csak el is embereket tessék küldeni, három ilyen nagy fogyászom van! Na de ilyen, csak gyalogosan, inkognitóban, értem. Először megnézte a háztörvényt. Igen, igen, ugye a környék az mindig ugye az első. És maga tereferével untatja itt a bár urat? Tereferéről szó sem volt. Jaj, nem kérem, a teri feléről szó sem volt. Ugye, Pipikém? Pipi? Ki az a Pipi? Jaj, a csibéket hívtam. Pipi. Jaj, te aranyos. Majd meglátja, hogy fog örülni a lányom magának. Éppen itt jön. Örülj, kislányom. Kérem, örülök. Lányom, még nem is ismeri, és már is örül magának. Tényleg, két csoda gyerek. Báró, izé. Báró, sodrod új falusi potyerek. Mirko. A lányom. Örvendek. Jobban örvend. Tessék csak annyi, kérem, elég ez nekem. Rég örültek már nekem, ugye ennyire. Anikó Párizsba nevelkedett, van ezen boltja, és imádja az arisztokratákat. Párizsban azt tanultam, hogy ilyenkor kicsi illik rendbe hozni magam. Engedelmet kérek. Jó napot! Na látja, már rendben sorsa magát! Engem? Az ezer oldjával azt elviszem. Ez egy aranyos lány. Csak egy kicsit magas. Megyek is utána. Kisasszony, kalauzolja a bárurat a vendégszobába, és intézkedjen a fogyásza iránt. A viszontlátásra, báró úr. Az uromnál megbeszéljük a jövőt. Nem lesz köztünk differencia. A viszontlátásra. Ő, passepartout. Oh, parlez vous français? Oh, yes! Yes! Oh, you speak English? No, no, sajnos. Ugye olasz már nem ért. Remek ember. Csak bátran udvaroljon a lányodat. Hisz ki tudna önnek ellenállnia? Kedves, műve, tisztmegváltó ember. Sober néném, nem tudom, hogy ki vagy, de biztos, hogy szeretlek. Na, Pipikém, mit szólsz hozzá, mibe csöppentem én itt bele? A szerencsébe. Te, csirkefogó. Ez a milyen nagyvonalú képes hozzád erőltetni a lányát. Jaj, lehet, hogy nem is a nagyok kell erőltetni. Képzeld, ilyen rokonság mellett a Sober néni, meg a többiek. Na, ne Pipikém, sem leszek hálátlan. Ismerem a háládat. Minden ékszerentől hálából fosztottál meg. Visszakapott, Pipikém, visszakapott. Annyi zálog cédulám van miattad, hogyha éjjel a fejem alá raknám, álva alhatnék. Persze, amikor együtt voltunk, nem illet aludtál. Persze, hogy nem aludtam. Társalognom kellett a palikkal. Jaj, Igor, annyira szeretnék a kurpa légyet. És ki van most helyette? Helyette? Hát... Senki! Képzeld, senki! Eljöttem volna ide falura táncszalodát nyitni, ha lenne valaki helyetet. Senki, kérlek szépen senki. Nem tudok én olyan nővel dolgozni, akit nem szeretek. Én szerelem nélkül, hogy ugye kacak az él. Ne főz, menj el! Menje! Menj! Menni vagy nem menni, ez itt a lénykérdés. Itt rettenetes dolgok fognak kisülni, égett szabot érzem. Vagy ahogy a Hamlet mondanám, ugye? Valami bűzlik Dániában, valami roppantó. Nekem egy újabb mániám van, az, ami roppant jó. S most öltem tarta mellett a csárát hatát. Nekem a férfi csókja mellett minden tennetek. Szerelem nélkül vazak az élet, ennél a pontnál az a beszélek. Valakinél még én is megférek. Hát próbáljuk meg, akire gyártunk legyenek, mégis el a vélel. Meg nem
szentélet, hát akinek nincsen más a gondja, csak az a baj, hogy él. A kicsi szívem meggyógyítja, csöndet üres mindenkül. Szerelem nélkül vacak az élet, ennél a pontnál az a beszélek, valakinél még én is megférek. Nekem az éjszak általában megmond minden jó. Tavasszal, ősszel, nyár utóval, de csuda jó a csók. Hiszen a télen, hiszen hagyta, tüzesen ég a táj. Hogyha a száján szánta, kosztjuk már és ég is táj. Szerelem nélkül veszek az élet, ennél a pontnál az a beszélek, valakinél még én is megfélek. Hát próbáljuk meg, akire gyártam, hogy élet mégis legyen a vélet. Hát akinek nincsen másra gondja, csak az a baj, hogy él. A kicsi szívem megnyújtja, tűnket üres minden kérdés. Szerelem nélkül vacak az élet, ennél a pontnál hazabeszélek, valakinél még én is megfélek. Kissé elmosódott. Vacsoromtán kilopózzunk, és úgy jövök is. Félek a tavasztól, mert szépen összehozza, de alkalmasán is szekítja a szívegyet. Tavasszal, amikor illan a világ, Ne legyen szívemben jár.
Viszont gondolatásra. Éj, lány, bújj, lány! Úgy látom, apámnak is tetsz. Nem akarok én az életedben beleszólni, de nem hozzád való. Gyűgös, nagyra vágyó família. De én szeretem Anikót, és ő is szeret engem. És elveszem feleségül. Elveszem. Más világ fejlenek azok fiam. Ha nem bőle is, úgy fognak kezed, mintha drótke felönne Martinsba. Téved, édesapám. Kiszást ír el a kastélyba. Az a szégyen nem érhet, hogy egyedül megyek ott? Hát olyan nincs, hogy én szégyenbe hozzam a fiamat, még ha a kastély tornya beszakad, akkor se. Hanem majd mulatunk egyet annak az öleminek, hogy épp csordokra kerültél haza. De ha legközelebb főre bűt, mondd meg Szent Péternek, mi olyan rezsdás legyen a mennyország kúcsa, ha Kada András érkezik? Nem mondja miért, édesapám. Érkezik már úgy 50 év múlva, akkor is azzal vagyok, hogy ez a vonat most... Ilyenkor szeretem legjobban az apámat. Az ellenjel? Jó estét kívánok Kada uramnak! Hoztak üzenetet a méltóságos asszonytól. Én szóm se szól, Merke! Köszönjük szépen, mindent tudom. Azt a parancsot kaptam, hogy... Éneköntek, Decei Csong! Nem mondtad, punktum emre! De nekem végig kell elmondanom! Nekem mi prédikálj? Támasszák alá! Pincei, mert egy táncolni is fogunk, igaz-e fiam? Na, mondd ki, amit akarsz. Csak annyit, hogy a méltóságos asszony arra kéri Kada uramat, nehogy mint más ünnepeken szokta, sárga pitkés katona ruhában, Adáné pedig fejkendőjben jöjjön el, mert ez sérteni az úri társaságot. Megmondta, jöjjtsd el! No, elokozták, megadták az üzenetet. Hát akkor úgy készüljünk, hogy urak közé menjünk. Ezt merték üzenet. Este ezt nem készülünk? Dehogy nem. Tényleg önnek még külön üzenetet adott a méltósága. Nekem már. Neked hát azt üzent, hogy a felkelődet itthon ne felejj. Hogy ez... Felkendőben? Hát ezt nem értem. Hát felkendő nélkül nem szoktam elmenni sehova. Ezt nem értem. Egy kostás, meg egy vasutat. Na, adj ide azt a nagy mancsát!
Jaj, maga meg azt a picit! Na ne nyűdösködjön! Szeressük egymást, három nyelvünk! Akarunk a borsok haján is, nem lennének olyanok, mint amilyennek maga látta őket, akkor se kellett volna ezt a
Fejkendős és sárga pitkés dalmára tervő üzenetet küldeni. Az anyámtól ezt ne vegye rossz néven, Bandi. Ő a számomra szeretné a legjobb és a legelőkelőbb életet biztosítani. De van egy terve. Roga belép hozzám a repülőtiszti ruhájába, és én bemutatom a társaságnak Kada András főhadnagyurat, mint galambos Anikó vőlegényét. Mindenkinek fukkad. Talán a mama elájul. De én azzal sem tűnődök. Várom, főhadnagyur. Ugye eljön? Ott leszek. Majd meglátom, csak ugyanolyan büszke leszel rá. Majd meglátja. Amikor édesanyám kiszedte a tészadot, így rá! Különös a nudlit szeretem. Én is szeretem a nudlit. Tudja azt a tésztát, amit így csinálnak, sodolja. Please be in rá! Angeli tészta a tény! Tudja, hogy fog ez menni? Nem. Látja, nézettek végig rajtam. Maga belé fog őrülni. Ennek már úgyis minden, minden. És én mégis magával fogok társulni, mert nekem például az van, ami magának pont hiányzik. Mi az? Ezen. Ezt összeteszem a maga pénzével. No, az aztán. És tudja, mi lesz ebből? Tudom, duel! Nem. Annál lesz, hogy nincsen meg, nincsen gond, a bújja elmúlik, Isten tűnik minden bújja. Kérdezd meg egyet is, az élet nem ez hűs, inkább csak cigaretta püst. Fából van a szika, pihani harika, ne szívom a cigarettám. És pedig a hátú régi boldogságot, adok meg a cigarettám. Különböző tranzakciók igen. Ugyan, hagyja azokat a csúnya üzleteket.
jöjjön ide faluban közé, és ha Anikó kezem magányé lesz. Jaj, ki lesz, szíven, én el sem merem hinni. Viszont még nem is ismer engem. Á, ön nem idegen. Barátom Sóbert bármilyen ajánlotta, és ez nekem teljesen elég. Ön joggal remélhet, mert a lányom Bakon engedelmen segít nekem. Hogyha nem egy szép szóba, kényszeríteni fogok. Jönnek a vendégek, méltóságos asszonyom! Annyian vannak, mint a sáska! Már itt is van! Ó, készcsók, méltóságos asszonyom! Isten hozta! Méltóságos asszonyom! Szervuszám! Anikó, itt vannak a vendégek! Igen, mama! Szervusztok! Jaj, de örülök, hogy eljöttetek! Gratulálok a lovagjaitokhoz! Ó, régi ismerősök! Fél órája voltak nálunk két hízikkel! Engem megényes állottam, hogy bemutassam Báró Potyerek Mirko. Báró, sodorod újfalosi Potyerek Mirko. Jaj, milyen kedves ember. Elragadó. Ő a vőlegény. És hogy néz ki a vőlegényed? Magas. Karcsú. Ilyen derekam. Isteni táncos. Szellemek. Mindszer. Ő a vőlegényed. Isten ments. Na nem mondom, a mama szeretné, de ebből semmi sem lesz. Az én vőlegényem? Majd meglátják. Hamarosan belép ide egy egyszerű jóságos asszony, egy morcos karakán ember, és köztük a fiú. Az én vőlegényem. A legszebb pilóta főhadnagy. Tehát miért kellett ezeket meghívni? Muszáj volt. Az ő jelenlétükbe akarom a báró és a lányom egyezését megtartani. Előkerült, amikor nem találtál volna. Sajnos úgy látom, Anikó túlságosan ragaszkodik ahhoz a gyermekkori szerelméhez, ahova a padapújban. Úrnök, ő képes volna beleházasodni egy paraszt familiába. Hát ez hallatlan. Hát csak nem, miért túlságos asszonyom? De miért váratnak ezek magukra? Mert most megdennek, úrrá, alig várom, hogy lássam az öreg parasztot, rabban! Karateg élet a súrék! Jó estét! Fanti! Mi jut a kezébe? Mert hívtak bennünket nevelni. Feltételezem az úri társaságról, hogy nem a fejkendőt és a rajtunk levő ruhát hívta meg a méltóságos asszony az eljegyzésre, hanem azokat, akik benne van. Igaz-e, báró? Ja igen, illetve ugyebár nem ugye, a ruhának ugye nem hívtuk meg. Miért tettek velem? Mit tartanak? Hogy kellett volna beállítanom az eljegyzését? Az én eljegyzésemre? Éppen most akartam bejelenteni a báró és a lányom jegyeset. Gratulálok, kisasszony! Gratulálok! Igen, tudom. Szeret. Imád. Meghal értem. Az övé vagyom, eljegyzem. No, ebbe maradunk. Mindig mondta a fiam, hogy falubikájával, unikutyával, meg ebbfajta úrra nem jó ingerkönni. Megint már csendbe! Na gyerünk, édes fiam! Igazad van, édesanyám, nincs itt már kereskedő. Bocsássanak meg, hogy betalakodott ebbe a finom úri házba. Egy egyszerű felkendés asszony és én a fiam. Meg én az apja, a sárga kis közlegény. Na gyerünk, édes fiam! Jó mulatás! Most nem nekem provokálnom kellett volna, ugye? Szerencsék, vagy elvendek be az listát! Hölgyeim és uraim, vonuljunk be a kastélyba, minden csoda három napig tart. Báró úr, fogja karon a mennyasszonyát. Ő szabad kérem? Hagyjon, kérem. Kellemetlen. No de, hogy is van az az aperszű? Ja, nézd meg a lányát és fogkarom a mamáját, ugye? Katalin falva, a levél mezei irányba.
ha meg akar pihenni, bár mi is nagyon küzdködünk, boldogan látom nálunk Budát. Van egy rosszul menő lokálunk a Vadvirág utcában, de azért csak tessék jönni, szívesen látja a régi rendőre, Pici. Jaj! Kezdj csókolom, Anika! Már megint kártyázott? Jaj, kérem, hogy mondod ilyetet? Nem megesültem, hogy nem veszek többi kártyát a kezembe? Szóval rulettezek? Bárcsak szóval rulettesztem volna. De az a baj, hogy frankkal rulettesztem, a legnagyobb baj pedig az, hogy az utolsó frankommal. Most már bajosan folytathatja ezt az életet. A hozományt elkártyázta, a kastély is elúszott. Igen, elúszott. Mennyi idő alatt? Nagyon jól tudja. Egy év alatt. Gyengénő, nem mentem rekordra. Most könyöradományt kínálnak fel. Ja, hol menj? Tessék, olvassa és csodálkozzék. Bocsánat, madám, erre az ésszerre nem tudtam pénzt szerezni. Ez a gyöngyfolt hamis. Hamis? Lehetetlen. Miért lehetséges? Ez a gyöngyfolt hamis? A kis hamis. Rendszerű kellemetlen helyzetben hozott bárunk. Hát bocsánat, tehetek én róla, hogy rájöttek? Ezt tette velem! Ne sírjon, Rikó, ne sírjon! Az utolsó ékszerem, tönkretett gazember! Gazember? Jaj, nézz, Rikó, lehet, hogy igaza van. Nézek ide! Én a parketten nevelkedtem, az pedig síkos, könnyen elcsúszik rajta az ember. Aki csak azt látja, hogy hogyan költik el a pénzt, nem tanulhatja meg, hogy hogyan kell vigyázni a pénzre. Haragszik rá? Magára nem. Csak magamra. Magára? Nézd, lenne egy indítványom! Ha már nekem megbocsájtott, bocsásson meg magának is, na! Szabad! Bocsánat, madám. Telefonáltak, hogy egy hölgy repülőgépet akar kibérelni. Bandi! Ezt a meglepetés! Hát maga a francia repülőgép társaságnál szolgál. Gratulálok! Le kellett vedni a régi egyenruhát. És szerencsésen elhelyeztettem itt a francia légiforgalminál. Maga pedig boldogasszony, művésznő lett. Láttam Milánóban a címlapot. Anikó a közkedvelt magyar díj. Elfogyott a pénz, valami foglalkozás kell. A munka nem szégyen. Bocsánat, madám, én nem akarom tovább zavarni. Engem a vállalatom küldött ki, parancsoljon. Úgy volt, hogy egy kis repülő kirándulásra megyek. De meggondolt. Ahogy parancsolja, madám? Isten önnel. Bandi! Bandi? Milyen régen nem mondta senki ezt a szót. Köszönöm, Anikó. Elragudjon, ha autójára szólítom is. Nem haragszom. Én akkor sem haragudtam, mikor a szüleitől elbúcsúzott. Egy pillanatra fölnézett az én ablakomra, amire utána néztem, már csak a motor berengési hallottam. Azóta sokszor álltam ott a régi nem is tudom, minek élek, minek érdekli. Kiért is olyan, kiért dobog rém. Valahol egy zsalulád elbúcsúton rém. S megkönnyed a holdas ég. Mint egy boldos köszönt a cimborám, a sápad néma volt. Ő tudja csak egyedül, hogy senki sem marad. Boldogságon, mint a mese, ő volt, hol nem volt. Könnyes szemmel bámulom a régi ablakon. Nem nézett ki senki, hát én tovább hallagom. Mint egy koldus úgy állok az ablakon. Elköszönt a hold és nékem senkim sem marad. Valamikor ez az ablak volt a reménység, neki róla már ott a rózsaszár. Amióta hűtlen kezem onnan letépték, szívem csak a jókváján. Mint egy boldog a cimborám, a sápat néma hó.
tudja csak egyedül, hogy senki sem marad. Boldogsága, mint a vese, hol volt, hol nem volt. Könnyes szemmel bámulom a régi ablakon. Nem nézett ki senki, hát én tovább ballagom. Mint egy koldus ójának az ablakod alatt. Elköszönt a hold, és nekem senki sem. Magával. Mi mondani valója lehet a számodra? Nekem férjem van. Nem érdekel. Egy óra múlva várom a Rumon Marci. Ott van egy kis kávéház, a Café Madagaszkár. Ugye el? Café Madagaszkár. Jó, elmegyek. Köszönöm. Várom. A revoir. Halló, portás? Kérem, állítsa ezt a számlámat, és váltson egy harmadosztályú jegyet Budapestre. Igen, Budapestre. Rámutatott a holtsugára, Sapot Néma. Kudat, megvan! Jaj, de örülök a hidegráz! Mi? A hidegráz ettől a hideg víztől, úgy örülök, kedves hányubás! Valaki nem veszetek magát ezzel engem, nem szégyít, hogy örül. Én elsőig követem a balladbért. Mert követ, úgy összekönyörítek magát itt egy zsönyör, hevinget. Még a hagymát sem fogok sajnálni magából. Hát de nem látja, milyen rosszul megy. Rosszul megy, ja kérem. Csinálnak egy ilyen. Lukál, és oda tek egy ilyen. Lő, címet, vagy krematórium. Szanatórium. Azt mindegy kérem, előtt a szanatórium, aztán a krematórium. Ki megy mulatni egy szanatórium? Én hülyen lennék, ha bevennék. Szeretnék magába lélek lenni. Miért? Hány járnék magába? Édesanyám, csak oda kérés. Hogy vásállok éves magad kifagyatják. Annak figyelmeztetek, egyet hiába a főzőskének maga partnernője, én elsőig követelem a latét, különben úgy kirakom magát, mint egy kirakatot! Fejmar! Ugye hiányzott én ott a fékedni? Na mi az, Marci, még nincs elmosogatva? Ez a nő olyan, mint a malária. Este mindig visszatér. Hol voltál? Adóba voltam. Nagyon kedvesek voltak. Mindent megtettek nekem, és mégis elmarasztaltak, mert egy ilyen gyámoltalan palival kellett nekem lokálni. Cupringer küld egy új zakásnak. Azt telefonált, hogy remekű bőgde, focsék szája van. Majd meglátom, mert ha nem, kivágom magát a szakácsnéjával együtt. Jól bevásároltam én magával. Én már magával? De tavaly ott a kastély mögött még a hidegrázt a nagy szerelánytől. Ráz engem most is, de nem magáé. Én meg a maga betege vagyok. Én meg a magáé. Éjjel gyötör a láz, napról kitör a fráz, lábam lefelé rogy, az arcom picire fogy. Lájam tudja fáj, hogy jó remeg a száj, bennem hőr a lény. Tikkad bennem a nyelv, s minden, ami csak tár. Gyomrom legyen és tár, aztán már sohasem rád. Fogjunk valamihez, mert a szerelem ez, jó kell sohasem hoz, menjünk el ágyai doktorhoz. Lesz rága a doktor úr, jöjj itt bent valami túr, jöjj itt bent valami túr. Édes rága a doktor úr, a szívem kárján elpocsant egy húr. Édes drága doktor úr, jöjjön most valami új, jöjjön most valami új. Édes drága doktor úr, ha meggyógyít az önné, ha meggyógyít az önné, ha meggyógyít az önné, lesz egy új.
basszus. Na majd meglátjuk, micsoda piszok helyre küldött ez a cupringer. Mit tetszik el? Csak többet szeretnék keresni, érti? Mert a bérem az já, ecsény. És mondja, maga itt a gazda? Mert ahhoz igen, pöszmöge. Vajon, valós a kulcs vagyok! Itt az új szakásnő, szájozva látom. Na jó szagú vége. A gata. Marci, jaj, de jó helyre kerültem. És mondj, tiéd ez a zavatórium? Mások is vannak. Ez egy kövföltő. És mi az? Kövműfont ászaszám. Mondd, Kata, nem nevek én jelen visszafűrben, ura? Nem, mert én itt főzni akarok. Itt vagy meghízik mindenki, vagy meggyebed. Maga főzött el két hét alatt 10 kiló só. 10 kiló só. Hát mióta járnak ide kecskék? Talán menyeskék. Jaj, de jó helyre kerültem. Kata, amilyen szerencsénk van, őt küldt a cupringet. Nézd, Kata, beszéljünk okosan. Még nem légy te Londonba export szakásnőhet! Jó, de ideges vagyok! Négy, kapsz 4 tantuszt, bejössz a 44-esre, elmész a végállomásig, szép helenkálni! Ma te, hogy külök fel neked! Én itt maradok, és én itt rendet csinálok! Kis-kicsi Pista, jöhet rend a holmiba! Figúljad még bennünket, mint 2 tojás! Ha ez a Pesta elkezd enni, még a gyomor vajos is töltött káposztát rendel, finom, hagymás, rostélyossal körítve. Na, mutassak rend az egyszágyát! Ezzel fölöstöm a spárgát! Halljon kötél való a maga gyomrába. Látta ezt a villát? Láttam, hát! Troglodita, a barlang lakók egyszágya! Ez a pali még színelvésésben van rendelve. De mi arra nem vagyunk berendezve, hogy itt fél napig ez még a cserélgessünk. Dologra fel! Halaszoka! Pista a pult mögé, majd én megmutatom! Ki kíváncsi rá? Ennek a Pestának pedig összkomfortot kérek, mert ez úriember volt, ennek cserétszobája volt. Na gyerünk! Kata, ne várt fel, mert ha visszajáról meglegyintenek, kiesem a formát. Mondja! Maga a bolt ideje, rendelt egy ide az én nyakamra, hogy kisemlízen a üzletemből? Nem figyelj magát! Üdj, milyen férfi! És az én tehetségem a kutya, mikor azzal a rózsabimbó ajkammal elkezdtem a vendégekkel dumálni? Igen, csak az volt a baj, hogy a rózsabimbó túlságosan kinyílnak! Nem figyelj magát! Tisztúrva vagy ilyen finom bálmához! Én már csak a bakalájában vagyok!
hajnal, te a gyalog tanyába ébresztő szól, hajra, erre a serep. Hát, ez itt a számítárba se jöhet. Jó, miért nem?
Ennek egy merész pattanás van itt a vállán, amely felnyúlik egész a nyakán. Ez igen! Jaj, elfelejtettem mondani, hogy számításba se jöhet. Ez már azt mondja, itt a mamája, ez még lány! Jaj, nem vagyok már báró, kitagadott a fogadott apám. Ó, te szegény, árva lettél? Még ennél is rosszabb, lelent! Na, te aztán jól nézel. Mondd, miből érszem most egyáltalán? Te babáimból. Erről rád ismerek, mindig a babáimból értél. Mit csináljak neki, mindenhol mi hozzám, hogy egy sem akar elhagyni? És hogy jutott ezzel foglalkozni? Jaj, nézd kérlek, nézd! Ennek darabja egy pengő. Gondoltam, ha napjában már csak 1000 darabot adok el, akkor már szépen meg lehet élni, nem? És mennyit adsz el? Keveset, kézzel lekéstem vele. Pesten már mindenkinek van babája. Na, te is jól nézel ki, de én is. Amint látod ezt a lokát, egyetlen vendégünk a végrehajtó. Egyetlen vendég is minden asztal foglalt, mi? Viszont másképp néztek ki a lokálok, ahol mi táncoltunk. Jaj, azá! Kerestük a sok dohányt, ugye? Amit te mindent tettél tőlem. Jaj, te meg ütöttél, meg vertél! Istenem, de szép is volt! Akarod ezt a bűvály életet folytatni? Jaj, jaj, benne lenni! Benne! Remek, akkor de rizzunk egyet, jó? Jó, de nem itt, majd egy másik lokálban, ahol zajlik a télen. Menjünk! Vagy csak! Ehhez némi tőke is kellene, nem? Régi lenne ez, nekem egy hason sincs. Jaj, akkor kit lehetne megvágni? Harmad úr, nem segíte neki pár fejlődet? Őrült az imént tőlem kölcsön. Jaj, hát ez a mi formánk. Érdekes, amikor szerelmes vagyok, sajnos az meg kell vallani. Én mindig ilyenkor csúszok egy nagyot, mert nem tudok pénzt felhajtani, s könyörgöm adja kölcsönözve fekünk volna mi. Megkeressük azt a kislány hol lakik. Odahúz a szülemet, akkor megadom, ott belőlem álmodik a boldogságom. Azonhoz cigányban már rendelek, akik csendben megrígattak engemet. Megkeressük azt a kislány, hol lakik, hát hagyja kölcsönözve fekünk volna mi. Megkeressük azt a kislány, hol lakik. Oda húz a szívemet a fájdalom, ott belőlem álmodik a boldogságom. A boldogon cigányon a rendelet, akik csendben megrítottak engemet. Megkeressük azt a kislány, hol lakik. Hát adják kölcsön ötven megint, hol lakik. Semmi se rendelve. Ilyen jó lakott népet még nem láttam.
Nincs ezeknek egy vasuk sem. Még tarthatnak itt kölcsön. Na, izzad előtt az ember előtt a sör valódi. Ő a házi úr, neki muszáj adni, tartozunk neki egy negyedévi lakbérrel, de ő is csak hanzi. Mi lesz a műsorral? Halljuk a műsorban. Műsor is van? Csoda jó műsor. Hölgyeim és uraim, következik Madame X! Hogy jön maga ide? Szám után mindent megmagyarázom. Igazi lesz ezt a férje? Ott voltam a férjem. Senkivel sem akarok törődni. Egy ideig élni akarok. Azonnal velem jön. Asszony vagyok. Szeretem. Züllött vagyok. Imádom. Elviszem haza a mezei virágok közé. Ott fog élni boldogan. Maga csak repülő egyedül a felhők fölé. Maga miatt ott hagytam az állásom. Könyörgöm, jöjjön velem. Adja vissza a nyugodt életem. Hát jó. Visszaadom. Köszönöm. Elég volt a konzából! Hagyjuk a gényeket! Csak azt hiszi, hogy ez is a műsorban van. Ez a partó! Én a lorosmai határban kacsért a madár dalon. Nincs sem ott az arany balátnál, a lelkem csak arra vár. Az orosmai szélmalom, talán nekem kellene meghajtanom. Szikorom, mert nekem még új, de forom, amikor a szélmúj. De forom, hogyha hajtom háromszor és visszatartom, jaj, de műtört el a matkomat. Én a dorosmai határban, kacsértem a dárdalon. Nincs szem ott az arany tanárnál, a lelkem csak arra vár. Ég alatt szól a horán, boldogságom a dárdalon. Én a dorosmai határban, kacsértem a dárdalon. Nem tudom, sehol sem vár rám senki. De innen mégis mennem kell, mert itt minden olyan idegen. Hát nem szabad így beszélni. Hogy mondhatsz olyat, hogy minden idegen? Hát itt vagyunk mi is, meg Bandi is, meg hát a kastés, ami született. Az már nem a miénk. A bárónak sikerült elherdálni. És nem érhetett hónapokon keresztül a maguk vendégszeretetén. Meg már Bandival is tarthatatlan a helyzet. Hogy? Még mindig halálosan szeretem, de mégsem tudom elképzelni, hogy Bandi felesége egy ilyen kipakolt dívő legyen. Hát én ugyan nem tudom, hogy mi az a kipakolt dízőség, hogy a belterjes gazdálkodáshoz, vagy az állattenyésztéshez tartozik, de nem is fontos. Az a fő, hogyha két ember szereti egymást, aztán esze nélkül szalad egymás karjába, a jegyző meg a kap segítségével. Ugyanis a boltra a helybeli fűszeres sem ad, hanem a barra. Na meg itt van Kada bácsi ős gyűlölete ellenünk. Úgy tudja mondani ám, hogy a méltóságosé, hogy szinte földrengést érzek. Ugyan már had, belül csupa szív a vén paraszt, csak hát büszke az ő vitézi tízholdjára, amit a két kezével és ugyanval a nagy, büdös eszével 350 holtra növelt. Hogy nem én kivárja a telefonokból bele! Zsófi, mama, itt a földrengés, én menekülök! Mit beszélt Janikóval? Csak beszélgettem, ugyanis asszonyi dolgokat nem köt az ember a férfiak korrára. Én azt akarom, hogy Bandi a miénk legyen, hát nem való hozzá, uraskodó dáma. A fene azt az áprilisi természetedet, hát nem te akartad mindig, hogy új dáma legyen a nője. Jó napot kívánok! Jaj, hogy lókok futok!
nyelve, mert szinte vastagon húzom magam után. De nem múlva, szóval megköszönöm, vissza protezsáltak a várhoz. Most is ebben az ügyben roholok. Hát, ha már tönkre ment a sanatóriumba. Jaj, ne is tessék emlegetni! Olyan rosszul fogyisztakok, hogy elment az étvágyam. Amióta megbuktunk abban a honnézői szárkának, állandóan éhes vagyok. Mindig mondtam, Marcsit, egy nagy balha vagy. Majd főviszek a legközelebbi tenyész állat vásárra. Vidán! Javajár! Ökörnek! Inkább tessék szólni az érdekemben a márnál. Már nöktöttem. Na, akkor szaladok tovább. Mondjon a 4 órás vegyet. Utolérjen. Ne szólj, Marci. Nem leszünk már tovább fékező. Ugyanis elintéztem a márnál, hogy kineveznek állomási előjárónak. Helbe. Kadónak, csak ugyan. Ha nem árháskodjon már, no. Én mondom a fényeket, de eljedünk. Mert a kagavrom, de hogy köszönjen meg? Köszönjem szépen a szavazat, Tomás! Ennek is az agyára mögt a halászlé. Járassátok azt a kantát! Jó szárkal törődjetek, mert végig szárkázva a házatokon. Azt nem egy jár kintes erves nevőját a sok büdös eréjére. Mert őnek én benneteket jobban, mint az apám. Hallja, maga fia! Kezd már magyarul beszélni! Olyan sárga pitke is módra! Ezeket csókolom! De szépen együtt vannak! Jól esik ezt látnom! Ha máshol nem, hát ide hozom. Hát te is megtehetnéd, de nem fönt a levegőbe! Ugyan már! Láttál te már 2 galambot karafogva repülni? Ugyan minek emlegeti folyton azt a repülés? Jó a kalapnak, mert röpülhet. Megyek én is vissza. Nagyon vágyom már a felők közé. Hát, itt hagynál bennünket. A bőde, amit a 2 kezemmel dúrtam össze neköd? Hát, ne hagyj itt bennünket, fia. Ne hagyjam, maradjak itthon asszony nélkül. Asszony az majd akad, csak a főd maradjon. Hanem magad fajtájából válasz, ne valami úri dámát. Házias menyecskék! Miért? Panikó talán nem házias? Háziasnak, háziasnak olyan franciásnak mi? Tessék, bejön egy akkora nagykót, mászik a fiatal órágyán, majd belehaltam, amikor megláttam. Eredj már, te fénederes! Szerencsét az fia! A pók az mindegy szerencsét volt! Hát az úgy volt, hogy a paplan simogattam, nem simogattam. Na is? Valakire gondoltam. Jó napot, Bandit! Kint a lakoltak a tárban? A dolgom végeztem. Én a postán voltam. Folyton szerződési ajánlatokkal üldöznek. Válaszolnom kell. Mit válaszol? Elmegy, ugye? Igen, elmegyek. De mielőtt elmegyek, szeretnék magától kérdezni valamit. Szeret maga engem? A szabad ezt kérdezni, amikor se élem sem napfalunk. Így legalább azzal a boldog tudattal megyek el, hogy van valaki, aki még szeret. Ha maga is szeretne, nem így beszélne, hanem itt ölne boldogan vele. Egy éjszakázásra szokott nő. Nem való magához gondi. Magának másképpen kell az életét berendezni. Na viszontlátásra. Viszontlátásra. Talán találkozom még az életben valamit. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Nem értem, utol a 4 órás vegyes. Tudod, 5-kor jön a régi gyors teherem. Mit érdekel engem a maga terre? Elég teher van már az én vállalom. Meglátszik, hogy terhes gondolatai vannak. Jaj, csak a vállára ne szakadjon. Hú, a gyomra majd kiugrik az éjségtől. Sündörgök, sündörgök. Te vagy az, Kata? Nem, a húgom. Ahogy lenne a húgom, mikor még te sem vagy egész szentén? Azt akarja mondani, hogy félre maradtam? Hát, na nem éppen, de ne higgyek a szagló szervemnek, ha a kosárban nem étel van. De sok esze van, eltrafálta. Hoztad ugye? Nem is hoztam. Szálltál, kár? Persze, szám, hogy nekem kata. Na jó, hogy a gyönyörű kis aurádat külön nekem teremtette, fájó után.
Na, gyere, üljél ide mellém a padra! Hát, hogy ilyen szépen kér, leteszem magam. Pedig sok a dolgom. Hát akkor ebben mi van? Ebben csirkeleves lebbencsel, szuzájával, májával, meg a többi aprólékkal. Hát ebbe finom paradicsomból főzött szósz, puha marha szeletekkel. Hát ebbe töltött káposzta, akkora nagy töltelékkel, mint az a marha nagy feje. Hozzá egy kis füstölt oldalassal, mellé tagadó. Na, várjál, Tata! Hagyd vegyek be szódabik a bóna! Na már elrontom a gyomromat! Na, mondjad csak tovább! Ebbe kétféle van. Idei csirkecombja, püspök falatja. Ja, összem a püspök falatodat! Csiba, ha én beszélek! Ez meg idei, liba, eleje, hátulja, combja és egyebe. Hát még, hát még! Finom kis cseresznyés réteg. Ki van rétegve a magot? Ki? Ki? Boris! Kata! Igen, de Boris van! Jaj, hát persze, hogy van, Badacsony is. Na hát, akkor ehetünk! Igen, ehetünk. Kis-kicsi Pista, jöhetjen! Éhes vagyok! Van szívem. Hát nem nekem hoztam! Magának! Abba a szűkre szabott kis gyomrába. Még ha vasutas lenne, hát nem mondom. No, de magának is hoztam valamit. E hol van mi? Elhoztam a Pontszanatórium cégére. Ne látom, köszönöm! Egy napon megvittem egy szakásnét. Fenn a tölbön, valam a tölbön, az én sír a múgy, mert a múgyi ő nagyságából egy rongyis kúgy. Nincsen annyi szalkó a ponyban, mint amennyi sok anyagi gondom van. A tengerben úszik egy rokkontra, holladré, hátrafelé ül, bizony soha se lát, talán ez így van jól. De sajnos ő lett őskő bolyba van, holladré, egy marha nagy cápa, mert szabály a hol, ez méltábú. Nincsen annyi szalkó a ponyban, mint amennyi sok anyagi gondom van. Addig igyekszem halászni, még egy szép napon, egy napon megvizem egy szakásni. Fenn a dalban, bán a dalban, az ő sír a pont, mert a pontjé ő nagyságában egy rony kis kont. Nincsen annyi szalkó a pontban, mint amennyi sok anyagi gondom van. Mi az, hogy szerűs táncos? Lassan csinálom a figurákat. És ki a partner? Ha muszáj, bevallom begyárosan a volt férjét.
Szeretem mindig osztog az ember. Jó, mert tényleg? Oké, jobban kezdünk. Ilyen megkapják a gázsiukat? Régi, semmilyenben. Tudja, mi a számok? Nem. Elemezni fogom a népviseletet. Ez itt az a híres bő gaki. Rajta a mögön, vele együtt a mellőben. Húsfejemet kalpak, rajta lángetek ágalán hajzatja, lábacskámmal másikma, mely a pökésből lényes, indebinde, én vagyok, gacsaj pusztán a véres. Jó lesz ez a japánoknak, nem fognak rám perte szemmel nézni. Nem féltem magát, és gratulálok. Sok szerencsét. Majd írjon nekem. De hová? Megsúgom. Ide, fás! Úgy is kezd már minden rendbe jönni. Vandalasi csaplahorosné, de kényes! Hol voltál te égi messzelő? Jaj, a helyben itt pipostán! Képzeld, telefonált az alispánom, hogy az idei termést betakarították. Rengeteg pipacs lesz az idén. Szóval olyan kevés volt, hogy alig tudtunk kijönni belőle. Képzeld, a Zsemnice érik, a határ virul, az alkony virul. Ma még a bicska is kinyílt, a fuzolyka meg úgy felszállt a pára, hogy nem is lehet utolérni. Élvédzenem! Hallomalak előjáró lettem! Helven! Nézd, én magával akkor sem társulok még egyszer, ha az egész magam az állam. Na gyere durulzolni, Mirko! Tudod, hogy én csak turmékolni tudok? Krista, ne járjon a szád! Azt mondtad, hogy feleségünk lesz! Azt én nem mondtam! Nini, itt van az én kis fékezőm, akit már otthon vár a finom ebéd. Mert amit neked főztem, az csak olyan búcsú ebéd volt. Ugye imádsz, Marcikám? Lássa, nézd, ha nem szeretném úgy a gyomromat, ne, gyere ide! Főzök én magának olyanokat, hogy előre megírhatja a végrendeletét. Nem tíz, hanem tizenket meg ez nagy koca. Nem tudom, itt az egész utca. Na, mi van? Jelentés! Pont a mi házunk elé. Engem akarnak ugratni. Nem ugratás ez, fia! Oda légy! Ugye, megmondtam fiam, hogy ebbe a kastélyba. Ami bögböttem a részletökre. Nem uraskodó dáma, hanem házias manyecske való. Itt van fiam, elhoztam azt a manyecskét, akit a jóisten is neked rendel. Hát legyetek boldogok. Köszönöm, édesapám! Hát én nekem köszönöm! Ezt már megint az asszony csinálta!